Az európai védelmi ügynökség szeptember 5-én kedden nyolc szerződést írt alá az európai iparral, 155 mm-es lőszerek közös beszerzéséről Ukrajna számára. Számodba a európai Pravda az ügynökség közleményére hivatkozva. A szerződések aláírása az első lépés a történelemben afelé, hogy az Európai Uniót kollektív fegyverbeszerzésre használják fel. Ezen szerződéseknek köszönhetően az EU tagállamai és Norvégia az ügynökség közvetítésével vásárolhatnak 150 mm-es lőszert. A beszerzés során a legelterjedtebb önjáró tarackokhoz való lőszereket veszik meg. A francia Cezárt, a lengyel Krabot, a német Panzerhaubice 2000-et és a szlovák Zuzannát. A jogi kötelezettségek betartása és az üzleti titok védelme érdekében az ügynökség jelenleg nem hozza nyilvánosságra a vállal nevét és az egységárakat, és nem nyilatkozik a folyamatban lévő tárgyalásokról.